sokan vagytok, akik jóformán bérlettel jöttök, és minden nap, vagy minden héten itt látunk benneteket. Bocsánat, megegyezésre remélem, nem sértök. És a 20-ra azért egy pár mondatot az újonnan érkezőknek. Ugye mi egy, mondjuk úgy, hogy egy városi nevelési, környezeti nevelési központnak igyekszünk lenni, vagy annak, hogy ilyen jellegű feladatokat vállalunk föl. A városlakoknak próbálunk a környezettudatos életmódban valamiféle eligazítást adni. Most éppen ezzel az előadás sorozattal szerintem inkább a városból kifelé vágyakozókat próbáljuk segíteni, de hasznos és jó tanácsokkal, igazi szakértőkkel. Ezúttal Mennyánszkinkhoz hívjuk el, aki hát van a kis elmélet bájó témájában, azt hiszem, hogy biztos, hogy bele tudott az ő nevébe. Mondhatnánk, hogy Pós Károly díjas szakértő, műemlékvédelmi szakértő, bányamérnök, és még számos egyéb titulus és tisztségnek a birtokosa, de azt hiszem, én így a személyes elismerésemet csak azzal tudnám leginkább kifejezni, hogy én a tavalyi nyáron olvastam Vályogházak című könyvét, és olyan szinten mértem el benne, hogy amikor elmentünk nyaralni a Balatonra, akkor is a strandon ez volt az én olvasmányom, és furcsa szemekkel néztek rám, de nem tudtam letenni. Úgyhogy így járt, hogy nekem ez konkrétan annyira bevonzott, hogy így nem lehetett hozzám szólni, és így a fák árnyékában is ezzel voltam elfoglalva, annyira érdekes volt és tanulságos. És amit én megtanultam belőle, azt hiszem leginkább is az, hogy ugye a ház is léledik. Talán ez a legfontosabb történet ebben az egészben, és meglepődtem azon, hogy az építőipar manapság milyen szintű erőszakot tud tenni ezeken az épületeken, építményeken. Szóval, hogy így azt nézzük, hogy honnan indultunk ugye a föld felhasználásától, hová jutottunk, akkor ez azért néha kicsit riasztó is tud lenni. De remélem, hogy sok érdekeset fogunk hallani, úgyhogy szeretném akkor átadni a szót. Köszönöm szépen, nagyon köszönöm, sok szeretettel köszöntök minden résztvevőt. Hát bemutatkoznom akkor nem kell, Mednyánszky Miklós vagyok, városgazdasági és bányamérnök, kazánkovács és autószerelő, nem ez utóbbi, nem. Tulajdonképpen jól magam, én már több mint 20 éve foglalkozom a régi épületekkel, műemlékekkel, ebben az évben 23. éve. Műemlékekkel foglalkoztam a budai várban, de emellett az embernek mindig kell valami annal foglalkozni, ami úgy érdeklés és amit szeretettel csinál. Nagyjából 90-es évek elejétől Magyarországon egy olyan tendencia indult el az építésügyben, az építőiparban, magában az építészeti mesterségben, amely részben, vagy valamennyire azt mondhatnám, igyekszik visszafordulni, visszatérni azokhoz az ősi anyagokhoz, technikákhoz, amelyeket az ember 1000 éve, 2000 éve, 3000 éve ismer, és ennek egy része a vályogépítészet. Nagyon örülök, hogy én lehetek itt az első előadó, aki ebben a témában előadott, mert akik majd utánam következnek, néztem ott a programot, a Meggyasszai kollégán, Ercsei Attila, ők valóban profik, én csak ilyen műkedvelő vagyok, bár valóban nagyon sokan megkeresnek, sokan ismerik a nevemet, de talán ez annak köszönhető, hogy van egy új technika, ez az úgynevezett internet, ahol végül is ezekről a dolgokról lehetett beszélni. Hogyan fog az ember hozzá ahhoz, hogy vályogházakkal vagy régi házakkal kezdjen foglalkozni? Azt hiszem, a köztünk lévőknek mindenkinek van olyan ismerőse, rokona, aki ilyen házban lakik. Magyarországon jelenleg a 2011-es statisztikai felvételek alapján több mint 600 ezer vályogház, most csak úgy mondom vályogház egyszerűen, aztán majd még beszélünk arról, hogy mit jelent az, hogy vályogház vagy földház. Tehát vályogfalazatú, földfalazatú házból 650 ezer van Magyarországon. Ennek nagyjából a 15-20%-a ma már sajnos lakatlan, de ez azt jelenti, hogy körülbelül 500 ezer család, nem kevés. Ha azt 4 fővel számolom, 2 millió ember, de inkább 2,5 millió ember lakik ilyen házban. A vályogépítészet két részből áll, az új házak építéséből. Én erről most kevesebbet beszélnék, a régi házakról szeretek beszélni, de
de az előadásban természetesen érinteni fogom mind a kettőt. Miért is épít az ember vályokból, vagy egyáltalán miért épít? Tudjuk nagyon jól, hogy az ősember a barlangban lakott, esetleg magas fák tetején. Amikor eljött olyan 30-40 ezer évvel ezelőtt az az idő, hogy rájött, hogy sokkal jobban jár, magát sokkal jobban el tudja látni, ha letelepszik valahol, mert állatot tud tartani, mert növényt tud termeszteni, gabonát. Ugye ezeket a barlangokban vagy a fa tetején nem lehetett csinálni, tehát valahol neki házat kellett építeni. Az ősembernek, elődeinek az első háza talán fából volt, talán kőből volt, de hogy már földből is volt, az biztos. Kevesen tudják, de Magyarország területén is már a római kor előtti időkből tártak fel a régészek vályog házakat, földfalú házakat. Tehát maga a vályogépítészet, földépítészet nem egy új dolog. Tudjuk nagyon jól, az Ótestamentumban is mózesik vályogot vetettek, Mózes történetéről, hogyha olvasunk. Tehát a vályog, a föld felhasználása több ezer évre tekint vissza. De miért is jó a vályog? Miért jók a földfalak? És most már maradjunk inkább ennél a meghatározásnál, mert földből nem csak vályog téglából lehet építkezni más módon is, ezeket majd meg fogom mutatni. A földfalaknak, a földépítkezésnek egy óriási előnye van, hogy a hozzávaló anyagot bárhol meg lehet találni. Nem viccből mondom, Budapesten is. Budapest külső kerületeinben, tehát nem csak a pesti oldalon, 16-17. Kerületben vagy Kőbányán, de a budai oldalon is a mai napig számtalan vályogház áll. Budapest lakásállománya körülbelül a 8-9%-a vályogból áll, és azért tudjuk, Budapesten nem kevés ház van vályogból. Előnye tehát, hogy mindenhol található, mindenhol feldolgozható, és ezen kívül könnyen megmunkálható. Miért fontos ez a könnyen megmunkálható? Egy háznak az építése nem egyszerű dolog. Egy falnak a felhúzása nem egyszerű dolog. Az ember gyerekkorában legóból a fiatalabbak, vagy építőkockából az én korabeli, az én korosztályom, amikor fölépítettünk egy kis házat, az ugye egy mozdulatra eldőlt, széjjel dőlt a falacska. Ezeknek a házaknak a felépítése, a tégláknak a felépítése szakértelmet igényel. Ám ezt a szakértelmet akkor, hogyha ott van az ember közelében az anyag, azon jár, saját magának tudja kitermelni, nagyon könnyen meg lehet tanulni. Régi korok emberei, és itt a régi korokban körülbelül az 1930-as évekig gondolkozunk, régi korok emberei szinte mindenki értett a vályogépítéshez. Ma is még nagyon sok olyan öreg ember van, öreg néni van, aki vályogházakban tud lakni, tudja a vályogházat, hogyan kell felépíteni, hogyan kell karban tartani. Ezeket a dolgokat nagyjából az 1960-as évektől kezdte elfelejteni a magyar társadalom. Kezdte elfelejteni az akkori gazdasági fellendülés, a egyre jobb lét, azt hozta magával, hogy újabb és újabb házak épültek, nagyon sok ház eltűnt, megsemmisült, és azok az emberek, akik értetek hozzá, lassan kihaltak. Hála Istennek, ahogy a bevezetőben mondtam, az 1990-es évektől egy új szemlélet, közöttünk lévők új szemlélete, nem azt mondom, hogy mindenkié, új szemlélet kezdett életbe lépni, kezdett felvirágozni, amely a régi építési anyagokat, a régi technológiákat próbálta előtérbe helyezni. Nagyon-nagyon fontos tulajdonsága a földfalaknak, hogy igen jó épületfizikai tulajdonságai vannak, nagyon kellemes környezetet ad, egy emberközeli klímát ad. Ha valaki egy vályogházban lakik, például sok példát tudnak mondani, asztmás, felnőtt korban is még asztmás embereknek elmúlt az asztmája, hazamegy, mert megy a 60-70-80 centi vastag vályogfalú házába, és az asztmát nem érzi. Ahogy kilép, beül a kocsiába, és esetleg Budapestre följön dolgozni, fújnia kell magának, köhög, trákok, folyik az orra, minden, amikor hazamegy a vályogházban nem. A vályognak egy nagyon fontos tulajdonság, hogy újra hasznosítható anyag, és ugye, ha már a 20-nál vagyunk, akkor ez nagyon fontos, hogy újra hasznosítható anyagról beszéljünk, és természetesen nagyon jó hő és hangszigetelő. És még van egy nagyon érdekes tulajdonsága, ezt a legutolsó sárga sort érdemes megjegyezni. Vannak olyan emberek, akik érzékenyek az elektroszmogra. A vályogházakon belül az elektroszmog valahogy nem érvényesül. Annyira nem érvényesül, hogy nem lehet például telefonálni.
egy vályokházba. Én nekem, mikor a gyermekeim fölhívnak, az egyik telefonos szolgáltató, ki kell mennem a házból, mert egész egyszer nem tudok beszélni bent, mert a vastag falak az elektromos hullámokat leszigetelik nagyon jól. Természetesen vannak hátránya is a vályokháznak, nagyon jól tudjuk, vízérzékeny, nagyon odafigyelést igényel, nagyobb odafigyelés, mint az általában a modern építőanyagból való, de tulajdonképpen erre mindig azt szoktam mondani, amikor valaki ilyen problémával megkeres, hogy egy kőből vagy téglából épült háza is oda kell figyelni. A tetejére figyelni kell, a cserép ne törjön össze, ne csúszol le, ne ázzon be, a vakolatot, ha lekaparja a szomszéd csirkéje, vagy a kutya kikaparja, akkor ki kell javítani. Ugyanezek a vályokházakra is érvényesek. Magyarországon, majd térképen is meg fogom mutatni, vagy inkább azt mondanám a Kárpát-medencében, a Nagyalföldön, a Kisalföld egyes víze járt a területeim, illetve Erdélyben elsősorban a mezőségen terjedt el, és egy nagyon érdekes, különleges dolog, a moldvai csángóknál nagyjából a 19. században jelent meg a vályog. Ezt csak azért mondom, mert a moldvai csángók építészetéről tavaly jelent meg a könyvem, ajánlom figyelmébe mindenkinek. Egy térképen is nézzük meg, ez egy 1910-es felmérésnek a térképi ábrázolása. Láthatjuk, hogy az Alföld közepén 90%-ban akkor vályog, földfalú házakban laktak az emberek. Erdélyben, ugye nagyon jól tudjuk, Felvidéken ott a faépítészet volt jellemző, de szinte az ország 70-80%-ában földfalú házakban laktak az emberek. Ez 1900 körül a földfalú házak típusát, gyorsan elmondanám, négyféle típust ismerünk. A vályogtéglafal, a vert, a rakottfal, illetve van csömpölyek fal, ez egy különleges magyarról külön fog szólni. 1900 körül ezek a típusú földfalú házak voltak elterjedve a nagyjából a mai Magyarország területén. Láthatjuk, a legsűrűbb a vályogfal, vályogtéglafal. Említettem az előbb a tulajdonságait a földfalaknak, mindenki azt szokta kérdezni, hogy mennyire hőszigetelő, mennyire kellemes, mennyire jó. A nehéz vályog az ismert vályogtégla, amiből legtöbben dolgoznak és a legtöbb ház áll, az aránylag rossz hővezetési képességű, a könnyű vályog az már közelíti az égetett tégláit, a kisméretű égetett tégláit, illetve a kisméretű égetett téglának kb. 0,4-0,43 a hővezetési tényezője, 0,47 a vályogé. De mégis miért jobb hőszigetelő a vályogfal? Azért, mert a vályogfalat nem 36-os falnak építjük, mint a kisméretű téglából, ugye, ahol egy másfél téglafalat, ha valaki felhúz, az már rengetegbe kerül, és már azon gondolkozik, hogy hogyan lehetne spórolni rajta, hanem általában 60-70 centis, tehát kétszer olyan vastag falak készülnek, ami azt jelenti, hogy ezek a tényezők nagyjából az 50%-ra lemennek, tehát egy rosterősítésű vályog, a szokásos, legjobban elterjedt vályogtégla, meg a nehéz vályog, az nagyjából 0,4-0,3-as szorzóval, hővezetési tényezővel mérhető. Mitől vályog a vályog? Ha földből készítünk egy téglát, és nagyon sajnálom, hogy nem hoztam el, kb. Egy 2 vagy 3 hete iskolásokkal vetettünk ilyen pici kis helyes vályogtéglákat, és ebben a pillanatban most jutott eszembe, hogy kellett volna hozni őket. Földből csinálhatunk téglát. Készítenek is téglát, a mai napig is még modern eszközökkel, ám a vályogtégla az nem az, az földtégla. A vályogtégla az attól vályogtégla, hogy valamilyen anyagot, adalékanyagot belekeverünk. Mik lehetnek ezek az adalékanyagok? Ősi adalékanyag, természetes adalékanyag, a növényi rost. Növényi rostok közül pedig általában a szalmát, a szénát szokták belekeverni, nagy ritkán csuhét, sőt, én már olyat is láttam, hogy szőlővenyegét kevertek bele. Lehetnek ásványi eredetű adalékanyagok, homoklösz, kavics, ilyesmi. Ezeknek az a jelentősége, hogy az agyag önmagában egy nagyon zsíros anyag, úgy nevezzük az építőben, hogy zsíros az építőanyagban. Ha abból csinálunk bármilyen alakzatot, az amikor megszárad, megreped. Megreped, mert a víz, amikor eltávozik belőle, az ásványi szemcsék szétrobbannak, megrepednek, és hogy ezt a repedést ezt tudjuk csökkenteni, általában nem tiszta agyagból, hanem homokkal, lösszel, nagy ritkán kavicsat kevert anyagból keverjük.
De mi is a rostos növényi adalék? Szalma, széna, fenyőapríték, néha mást is szoktak, ahogy említettem. A szalma, az ugye, tudjuk mi a szalma és a széna között a különbség. Ugye tudjuk? Nem látok bólogatást. Jó, mert az általános iskolások nem tudták, de hát azért adnák kicsit mi maga. Szalma ugye az a gabonának a szára, amit levágtak, széna, amikor a füvet levágjuk a kertbe, és az a széna. A szénának a hátránya, hogy mivel fűszálból van, nagyobb a rothadás veszélye, kisebb a hőszigetelő képessége. A szalma az, ami igazán jó. Mire jó a szalma? Biztos látott már mindenki vasbetont. Remélem építészek vannak közöttünk, ugye? Tudjuk mi a vasbeton? Vas és beton. A vas arra szolgál, hogy a betonnak az egyébként nagy nyomószilárdságát nagyjából a húzószilárdságra, hajlító szilárdságra is tudjuk érvényesíteni. Tehát amikor valamilyen ilyen szálas anyag van valamilyen építőanyagban, vasbetonban a vas, vályokban a szalma, akkor onnantól kezdve ennek az anyagnak, ennek az építőanyagnak vagy építő elemnek a húzószilárdsága megnő. A szalmának más jelentősége is van, azzal, hogy szerves anyag kerül benne az anyagba, sokkal, de sokkal jobb lesz a hőszigetelő képessége. Természetesen erre a szalmára vigyázni kell, amit ott leírtam kritériumot, csak friss és száraz helyen tároltat szabad felhasználni, hogy ne legyen penészesedés, ne fordulhasson elő. A régiek azt tartották, hogy a rózsnak a szalmája a legjobb a vályokba, éppen ezért sokkal, hogy úgy mondom, drága volt, nem volt drága, hiszen ezért nem fizettek. Tehát nem kell külön fizetni, de értékesebb volt a rozsnak a szalmája, mint a szénáé, vagy teszem azt az árpáé, vagy a zabi, mert az erősebb. Mesterséges építő adalékanyagokkal is kísérleteztek. Folyamatosan ez 1930-as évektől kezdve Németországban a vályogépítészetnek nagyon nagy múltja, nagyon nagy hagyománya van. Ott próbáltak fűrészport, fenyőapítékot belekeverni, gendert, esetleg lerostot. A Műegyetemnek az egyik nagyon kedves professzorasszonya, azt hiszem most már professzorasszonya, de azt hiszem docens a Csicseli Ágnes, a doktori disszertációját ebből a témából írta, hogy melyik adalékanyag milyen tulajdonságokat ad a vályognak, milyen tulajdonságokat vesz el. Sajnos egyik ott fel a második, harmadik, vagy harmadik, negyedik ötödik sorban felsorolt adalékanyag sem volt az igazi. Itt is, mint nagyon sok másban, és majd még nagyon sok sokszor fogok rá utalni, kiderült, hogy a régi jól bevált, ezer éves anyagok azok, amelyeket használni lehet, és jók. A földfalaknak a típusai, ugye ott láttuk az előbb a térképet, hogy hazánkban milyen, mi volt az elterjedése. A földfalaknak tulajdonképpen négy nagy típusát ismerjük, a csömpölyek falat, a rakott falakat, a vert falakat és a vályogtégla falakat. És itt kell újra arra utalnom, hogy bár vályogtégláról beszélek, az előadás címe is az volt, hogy a vályog, de itt földfalakról van szó. A csömpölyek falak azok nagyjából olyan dinnye, gyerekfej nagyságú földgömböket jelentenek, nincsenek pofára igazítva, nincsenek megtömve, nincsenek megtömörítve, egymásra rakják őket, nevezik fecskefalnak, morfalnak is. Ugyanezzel a névvel találkozunk majd még máshol is a fecskefal morfa rakással. A lényeg az volt, hogy nem kellett hozzá nagy szaktudás, egymásra kellett csak rakni őket. Igazán nem volt tartós, komoly, fontos épületeket, és itt fontos épületnek már egy lakóházat is fontos épületnek nevezhetünk. Nem igazán építettek csömpölyekfalból, mert a tartósága kicsiny volt. A rakott falak az a másik nagy kategória, amelyet említeni szoktunk a földfalak esetében. A rakott falak, vagy homogén falak, és itt megint egy kicsit a modern építészetre kell gondolkoznunk, ugye a téglafalak azok az elemekből álló falak, a homogén falak például a betonfalak, amik homogén anyagból vannak. Ugyanennek a alternatívája a földfalaknál a rakott, illetve a vert fal. Miben különbözik a két fal típusa egymástól? A rakott falakat szabadon rakják, egy következő képen tudom mutatni. Amikor is tulajdonképpen ez a rajz egy kicsit olyan primitív, lesz majd még ennél primitívebb is az előadásban, tulajdonképpen a rakott falakat semmi más nem jellemzi, mint az, hogy villával, földdel
egymásra rakott, szépen sorba rakott földkupacokat csinálunk. Ezeknek a földkupacoknak a szélessége nagyjából 1 méter, 1 méter 20, hogy megtartsa saját magát. Amikor elkészült egy teljes falhoz, nagyjából így 1,5 méter magasan, esetleg 1 méter, de az már ritkább, tehát inkább olyan 1,5 méter, 80 centi magasan, akkor várni kell, amíg szárad egy kicsit, általában egy hetet várni szoktak vele, és amikor megszáradt, akkor utána lehet a következő réteget rakni. Ez azt jelenti, hogy egy rakott fal nagyjából 4-5 rétegből áll. Meg lehet különböztetni a többi falfajtától, majd meg fogom mutatni, de ennek is van egy olyan hátránya, hogy a tartósága, a stabilitása nem igazán jó. Amikor elkészült egy falhoz, vagy egy falszakasz, azt leszokták takarni, hiszen ezeknek a vályogfalaknak, földfalaknak az átka az eső, a csapadék. Hogyha véletlenül egy rakott falat ér a csapadék, akkor az egész egyszerűen szétázik. Volt már ilyen, én már láttam ilyet, hogy a rakott fal, tehát ott hagyták, várták, hogy száradjon, nem volt letakarva, ezért szétázott. Rakott falat nagyjából így rakják, ilyen krumpli embereket vesznek föl, hogy lehessen rakni őket, és akkor ez már természetesen egy modern változat, egy modern könyvből, amikor kő alapra rakott falat rakunk, nem igazán így szokott történni. Nagyon érdekes, hogy már a régi korok emberei is tudták ezt a korábban említett vasbeton elméletet, vagy betonvas elméletet, ezért a rakott falak, a vert falaknak a falcsatlakozásainál, sarkainál ágakat helyeznek el, ezek szőlővenyigék, van, amikor nádat helyeznek el, a nád az maga is egyébként egy nagyon jó tartós anyag, hogy merevítsék a falakat, hogy az egymáshoz csatlakozás biztosabb legyen. Amikor a rakott fal elkészül, akkor cigarettát vesz a szakember a szájába, föláll a falra és szépen levágja így, ásóval. A rakott falakat onnan lehet felismerni, és ha járnak valahol vidéken, és van alkalmuk egy-egy ilyen öregebb házat megnézni, de még Szentendrén is a skanzen van, ezeknek a falaknak, rakott házaknak a fala soha nem egyenes. Mindig van benne egy kis görbület, lefelé mindig szélesebb, attól függően, hogy hány üveg sört ivott meg a mesterember, a görbület az akkora. Nem is lehet igazán egyenesre vágni, és az a lényeg a dolognak, hogy alul szélesebbnek kell lennie, mint fölül, hiszen saját magát kell tartani a falnak. Hogy ezt kiküszöböljék, tehát hogy ne kelljen túl sok anyagot felhasználni, illetve azért mégiscsak egyenes legyen az az átkozott fal, hát azért az ember mégse szeret nagyon gírbe-körbe falakban lakni, bár azt szoktam mondani, amikor valaki megkeres, hogy az ő vályogházának a fala görbe, és szeretné egyenesre csinálni, és akkor a gipszkarton tesz oda, akkor az jó-e? Mindig azt szoktam mondani, hogy hát, hogyha egyenes falak között akar lakni, akkor menjen el, vegyen egy lakótelepi lakást, és majd ott tud egyenes falak között lakni. Kiküszöböljék ezt a kicsit összevisszaságot, egyenetlenséget. Kitalálták az úgynevezett vert falat. Ez sem új találmány egyébként. Németalföldön, Németországban, Hollandiában, Franciaország északi részén, ez is már több száz éves technológia, valószínűleg Magyarországon is több száz éves volt. A lényege, hogy milyen modern szót használtam, csúszózsalus módszer. Csúszózsalú építész, kérdeztem, van már között, építőmérnök, építészmérnök, csúszózsalú tudjuk micsoda, ugye? Jó, csúszózsalú azt jelenti, egy zsalut elhelyezek, majd mindjárt megmutatom képen, és azt emelem. Ugyanezt történik a vert falaknál is. Van a másik, a kalodás rendszer, az sokkal érdekesebb, sokkal izgalmasabb és sokkal tartósabb falat ad. Egyenes falat ad ez a technológia, gyorsabban lehet építeni, ám ehhez speciális tudás kell. Tehát vert falat nem akárki tud építeni, nem akárhogy lehet építeni, hogy miért majd el fogom magyarázni. A 19.-20. század fordulóján a Dunántúlon szinte csak ilyen házak épültek a vályogtégla falak mellett, sőt, az 1920-as években is épült, én találkoztam olyan, és az 1936-os évszám volt a Mestergerendában, tehát akkor épült vert fala. Jó magam is egy vert falu házban lakok, nagyon szeretek ott lakni, nagyon kellemes, nagyon jó. Szétrombolni nem lehet. Tehát az, annak még ha dózerral mennek neki, még akkor sem esik széjjel. Én az Alföldön, Csongrád megyében láttam olyan vert falu házat, aminek kb. 15 éve hiányzik a teteje. Kiégett a ház, a tető volt az, amit először leégett, ami még megmaradt, azt ellopták, de a vert fal még mindig állt. Télen, nyáron, esőben, hóban állt a vert fal. Volt olyan, amikor ilyen vert falban kellett egy ajtónyílást kivágnom, 2 napig szenvedtem vele, csákánnyal, fűrésszel, hogy hívják ezt a láncfűrésszel, mindennel, szikrázott a csákány alatta, a láncfűrésznek ki kellett cserélni a láncát, annyira tömör.
De mitől ilyen tömör ez a vert fal, vagy tömésfal? Attól tömör, pillanat, az előbb volt egy kép róla, igen, itt van. Attól tömör, hogy a földet nem szabadon csak úgy rátesszük az alapra vagy a földre, hanem deszka kalodák vagy deszka zsaluk közé rakjuk be. Ez nem elég, hogy csak berakjuk, de azt akkor utána még meg is kell tömöríteni. Ez a tömörítés nagyjából 10-12 cm vastagon történik. Ha valaki csinált már olyat, hogy a járdáját otthon újjáépítette, vagy mondjuk építette egy, csinált egy vízvezetéket, és vissza kellett tölteni a gödöt, az nagyon jól tudja, hogyha visszatöltött, lerakott földet, vagy elhelyezett földet, ha jól megütögetem egy döngölő békával, esetleg egy robbanomotos vibrátorra, akkor az olyan kemény lesz, hogy utána arra teherautó mehet rá. Ugyanez áll a falakra is. Akkor, amikor egy ilyen vert falat építenek, több ember dolgozik természetesen, egy csapat, 2-3 ember rakja a földet, 2-3 pedig jó nehéz fadöngölővel, van ahol öntött vasdöngölővel, a zsaluk közé hüfölik, döngölik be a földet. Ez azt jelenti, hogy az a föld nagyon összetömörödik, utána azt szinte nem lehet széjjelvenni. Ez egy 18. századi rajz a kalodákról, az pedig egy 21. századi fénykép a Szentendrei Skanzenból. A nagy mutassában nagyon kedves kollégámat, Buzás Miklóst, a Skanzennak a műszaki igazgatóját. 2003-ban vagy 2004-ben jártunk ott, amikor az új falunegyednek az építésekor ilyen vert technológiával építették a falakat. Az elkészült zsaluzat ilyen magasra fölnyúlik, a kalodát azt emelik, tehát a zsaluzat fölnyúlik. Úgy kell elképzelni, hogy amikor kibontják ezt a deszkázatot, mögötte teljesen egyenes, sík fal áll, és az a fal az áll még körülbelül 100 évig. Földből van a fal, nagyon erős a fal. Tulajdonképpen azt lehet mondani, hogy a földfaluházaknak ez a legnemesebbike, mert ebben van benne az embernek a legtöbb munkája, és ez az, ami legtovább áll. Honnan lehet megismerni egy vert falat? Nézzük meg, itt vannak a kalodáknak a nyomai, pillanat, van egy közelebbi kép is. Itt vannak a kalodáknak a nyomai, tehát nagyjából ilyen 50 centi magas volt a kaloda, azok a lukak pedig arra szolgáltak, hogy a kalodának a két függőleges deszkázatát egymáshoz lehessen rögzíteni, keresztbe ilyen kis léceket tettek, azokat összeszögelték, és azt hatotta össze a kalodát. Ez a fal, ez egy Veszprém megyei kis faluban áll, lehet látni, hogy egy óriási repedés már ott van rajta, de a fal az még ma is áll, körülbelül 120 éves a fal, vakolat minden nélkül ez még a mai napig ott áll. Ez egy vicces rajz, hát ha valaki így megpróbálna egy falt verni, akkor azt hiszem, hogy a kollégái azok nagyon hamar egy bányászlapáttal helyre raknák, hogyan is kell csinálni, természetesen nem ez a módja. A módja ez, függőlegesen tartják a döngölőket, és nagyon kell arra figyelni, hogy a falnak a szélét a deszkázat mellett nagyon jól megdöngöljék, hiszen azt fog látszani, tehát azt látja az, aki megrendelte a mestereknél ennek a falnak az építését. Ha az nem egyenes, akkor az bizony elég kellemetlen az építők számára, akkor azt mondják, hogy ember, te nem tudsz egy egyenes falat építeni. Látható, hogy alatta már ott van egy, nem tudom, látható, hogy eléggé sötéten, ott van egy már elkészült falszakasz, egyenes, arra már rámehet az ember, lehet döngölni a következő szakaszt, annyira stabil, annyira erős tud lenni ez a fal. Akkor térjünk át a vályog térre, a falra, azt hiszem mindenkit az érdekel legjobban. Miért is? Tulajdonképpen vályog téglából a mai nap is lehet már építkezni. 2012-2013-ban megjelent az a szabvány, ami Európában is az elsők között van, Magyarországon a vályogtégla építkezésnek van szabványa. Ilyen utoljára Németországban volt az 1930-as években, 1960-as évekig élt a német vályogszabvány, már ott sincsen, most már Magyarországon van. Büszkén mondhatom, hogy én magam is részt vettem ennek a szabványnak a megalkotásában. Miért fontos ez, miért jelentett nagy problémát? Tulajdonképpen amíg ez a szabvány meg nem jelent, addig Magyarországon vályogtéglából nem volt szabad építkezni.
nem adtak rá építési engedélyt. Bizonyos területeken, bizonyos településeken egyes hatóságok behunyták a szemüket, voltak mindenféle csalások, elmondom azért. Azt mondták, azt írták a tervről, hogy vegyes fal, azt írták, hogy téglafal, és amikor kiment ellenőrizni az építés hatóság, hogy valóban vegyes fal, akkor egy nagy kupac, egy raklap tégla, ott volt egy randos, raklap kisméretű tégla, vagy porotterm tégla, aztán most a hatóság vagy behunyta a szemét, vagy nem, nem volt szabad építeni. 2012-től, illetve egészen pontosan, 2013. január 1-től az új építési szabályok már lehetővé teszik, lehet vályog téglából építkezni. Miért jobb azért a vályog tégla, mint a vert fal, meg a rakott fal? Ennek a szabálynak az alapján a vályog téglákat lehet minősíteni. Ki lehet rájuk dolgozni gyártási technológiát, a vályog téglákat lehet mindenféle terhelési vizsgálatoknak alávetni. Itt a 11. kerületben van ugye az Émi nem messze tőlünk, a Műszaki Egyetem nem messze tőlünk, amelyeknek a laborjai most már a meglévő szabványok alapján a vályog téglákat tudják minősíteni, és aki valaha építkezett, vagy ez a szakmája kollégáknak, nagyon jól tudjuk, hogy az építés tervezés, az építészeti tervezés az utóbbi időben nagyon megszigorodott, nem akármiből lehet építeni, nem akárhogyan lehet építeni, minden egyes építésanyagot bizonylatolni kell. Addig, amíg vályog téglából ezt a bizonylatolást most már meg tudjuk oldani, 2013 előtt ezt nem lehetett megoldani. Tehát ha valaki azzal a szándékkal jött ide, hogy majd vályog téglából szeretne építkezni, és most azért érdekli a dolog, akkor elmondom, megnyugodtat, vályog téglából már lehet építkezni. Rakott falat, tömés falat, ahogy mondom, hivatalosan nem lehet építeni, hiszen azt nem tudom minősíteni, nincsen rá szabvány, nem lehet kiszámítani a falnak a törőszilárdságát, az egyéb olyan dolgokat, amik sajnos, nem sajnos, szakmai szempontból nem sajnos, építetői szempontból sajnos, tehát amely dolgokat mindenféleképpen le kell írni, a tervezőnek ki kell számítania, a tervezőnek alá kell írnia, és igazolnia kell, hogy ez valóban megfelel az előírásoknak. Mert mit mond az építési törvény? Úgy kell építkezni, hogy a felépített építmény vagy épület a szilárdsági, a hőtani, a biztonságtechnikai és egyéb előírásoknak megfelelje. A vályog téglánál ezeket most már tudom prezentálni a hatóságnak, sajnos a tömésfalnál, a rakott falnál nem. Egy rakott falat nem tudok bevinni a laborba, hogy megvizsgálják, hogy mennyi a törőszilárdsága, milyen terhet bír el. A vályog téglát már, igen. Na, de mi is az a vályog tégla? A vályog téglának egy óriási nagy előnye van, szintén bárhol készíthető, flexibilis, tehát bármilyen alakzatot lehet belőle csinálni, láttam már kerek faluházat vályog téglából, láttam már hobbitházat vályog téglából, azt is tudnak építeni. Nagyjából egy általános kőműves szakember föl tudja építeni, változtathatta a tulajdonsága, ha azt mondom, hogy a rendes házhoz hasonlóan épülhet, ez azt jelenti, hogy tehát normális házakat föl lehet belőle építeni. Nagyon kevesen tudják, de ha járunk ilyen nagyobb falvakban, vagy városoknak a kertvárosi részeiben, azok a bizonyos kockaházak, amit nagyon utálunk, én legalábbis személy szerint nagyon utálom, a 60-as években épült, 60-as, 70-es években épült kockaházaknak körülbelül a 80%-a mai napig is még vályogból van. Tehát megyünk egy falunak a szélén, amikor beérünk a faluba, és látjuk egymás mellett a házakat, ott körülbelül minden 5.-6. ház tégla, az összes többi vályogból van. Tehát a 70-es években úgy építették fel ezeket a házakat, hogy teljesen úgy néznek ki, mint a kőházak, a téglaházak, de vályogból van a falazatuk. A vályog tégláknak ma már modern korunkban több változata van, van a hagyományos vetett vályog tégla, a préselt, géppel készült vályog tégla, erről is fogok majd beszélni, én magam nem nagyon vagyok híve, illetve az úgynevezett könnyített vályog tégla, a könnyített vályog téglában olyan mesterséges adalékanyagok vannak, amiből azt hiszi az építető, meg az építő, meg a gyártó, hogy könnyebb. Valóban könnyebb, de nagyon sok rossz más tulajdonsága van. Ahhoz, hogy megismerjük a vályog téglát, azért kell arról beszélnünk, és majd fogok beszélni többet is, hogy hogyan is készül a vályog tégla. Nagyjából a régi, kisméretű, nagyméretű tégla, blokk tégláknak a méreteiben készült el, jó hőszigetelő, jó hőtartó képességű van, és bármilyen fal építhető belőle,
És a legeslegutolsó sorról hagyd mondjak valamit, a szállítás. Mindig mindenki azt kérdezi tőlem, hogy mennyivel olcsóbb egy vályogtéglaház, mint egy rendes ház, idézőjelbe tett rendes ház. Abban az esetben, ha úgy készül egy vályogtéglaház, vagy egy homogén falu ház, hogy ott az ingatlanon belül ki tudom bányászni az agyagot, én magamnak meg tudom csinálni a vályogtéglát, hogy fölfogadok embereket, és megcsinálják a vályogtéglát, és ezért nem kell szállítani a vályogtéglát, valóban olcsóbb, a fal anyagát kb. 35-40%-ából a rendes téglának meg tudom úszni. Miért is? Először is az égetett tégla drága. Az égetett tégla készítéséhez tüzelőanyag kell, azt ki kell égetni, és ami a legnagyobb probléma, hogy az égetett téglát oda kell vinni az építkezés helyére. Tehát akkor, amikor még a II. Világháború előtt minden faluban, minden városban, Celldömölk, nem tudom, Celldömölköt tudjuk-e, hogy hol van, Vas megyének az első nagyvárosa, arrafelé haladunk, Celldömölkön a város közepén ott vannak a vályogvetőgödrök még a mai napig. Kis falvakban tudok mondani rengeteg falut, Nógrád megyében, Heves megyében, de Veszprém megyében és a falvak szélén a most ilyen kacsaúsztatónak vagy pecatónak használt tavacskák, vízes gödrök régen mind vályogvetőgödrök voltak. Akkor, amikor még ott a faluban készítették a vályogat, vagy főleg a saját ingatlanán tudta valaki vetni a vályogtéglát, nagyon olcsó volt. Ha megkérdezik tőlem, hogy olcsóbb-e a vályogépítés, mint a rendes téglaépítés úgy, hogy Heves megyében akar építkezni, és mondjuk Szolnokról, vagy Székesfehérvárról hozza a vályogtéglát, azt mondom, hogy nem olcsóbb. A szállítással kifizeti ugyanazt a költséget, mint egy normális téglát vesz meg. Nem olcsóbb, arról nem beszélve, hogy vályogtégla nem szereti, ha szállítgatják a hurcolászák. 10-15% a vályogtéglának a szállítás közben tönkre megy, ez sajnos a tulajdonsága. Tehát ezt mindenképpen figyelembe kell venni. Hogyan készül a vályogtégla? Itt csak röviden, bekeverjük az anyagot, formázzuk, kivetjük, várunk vele és megszárad. A vályogtéglát nagyon érdekes módon, vagy érdekes körülmény, régen nagyon sokszor nők vetették. Miért? A nőknek van egy olyan tulajdonság, hogy finomabb kezük van, mint a férfiaknak, és jobban tudják kezelni ezeket a vályogvetők sablonokat, kalodákat vagy formákat. Nézzük meg, természetesen ezek a vályogtéglák nem ezek a hatalmas nagy vályogtéglák, azért a nők akkorát nem szoktak, nem emelnek, bár nem szívesen kapnék egy nagy pofont ettől a nőtől, aki egy ilyen vályogtéglát. Hogyan készül a vályogtégla? Először is a sarat vízzel össze kell kevernünk, és belekeverni a szalmát. Nagyon-nagyon fontos, belekeverni a szalmát. Mindig azt kérdezik, hogy mennyi szalmát kell keverni egy vályogtéglába. Tehát, hogy ha megveszem a földet a praktikerben, ugye az agyagot, meg megveszem a szalmát a praktikerben, mennyi szalmát vegyek, mennyi agyaghoz. Nem tudom megmondani. Nincs az az ember, aki ezt meg tudja mondani. Mindig az adott anyag, az adott földanyag, az adott rendelkezésen álló anyag adja azt, hogy mennyi szalmát keverek bele. Én magam sem tudtam, nekem is kísérletezni kellett, sok pici kis vályogtéglát vetettem, és akkor kijött, hogy az egyik fajta anyagban mondjuk csak 10% térfogat, 100% szalma kell, a másikban meg 30%. Ezt mindig az adott hely adja meg. A régi emberek, nagyapáink még ezt nagyon jól tudták, ma már nagyon kevesen tudják ezt, én magam sem tudom megmondani, attól függ, hogy milyen a maga az anyag. Amikor megkeverték az anyagot, általában pihentetni kell egy napot, két napot, hogy egy kicsit összeérjen az anyag. A keverésnek vannak egészen sajátos módozatai. Itt egy bemutató kacártanyag, Nógrád megye, nem tudom, ismeri-e valaki fönt Nógrád megyében a kacártanyát, nagyon helyes, jó? Ott tartottunk többször is konferenciát, és ott ilyen bemutatót tartottunk. Általában ez volt, hogy lábbal taposták meg a vályogot az emberek. Aki kicsit módosabb volt, vagy amikor az volt, hogy több épített összefogott, akkor igás állatokkal, tehenekkel, lovakkal taposták meg a vályogot, szórták bele a szalmát, és keverték össze. Az természetesen csak vicc, hogy kézzel úgy keveri valaki, nincs az az ember, aki egy jól összeraktapat saratul tudna keverni. Ezt a vályogot, amikor megkevertük, akkor még utána nem állt kézzel is átmozgatni, és már kezdődhet is a vályogvetés. Természetesen a vályogvetéshez külön tudomány, vagy vályogvetés maga külön tudomány. Vannak bizonyos feltételek, hogy hol és hogyan vessük a vályogot. Többnyire
sík terület kell, másképp nem lehet. Ott kell lenni az anyagoknak, mert egyébként maga a vályogvetés ez egy rettenetesen nehéz munka. Majd később lesz is szám kiírva, 2-3 ember napi 1000, de van, amikor 1500 vályogtéglát is kivet. Egy-egy vályogtégla nagyjából 8-10 kiló. Ha ezt beszorozzuk 1500-tel, akkor azt tudjuk, hogy nagyjából másfél tonna, ugye jól mondom? Most jól szózok? Másfél tonnát kell megmozgatnia egy embernek ahhoz, hogy a napi teljesítménye meglegyen. Kerettel kétféleképpen szoktak vályogot vetni, az egyik a keret, a másik pedig a formával. A kerettel az úgy működik, hogy a talicskával odaviszi a megkevert vályoganyagot az egyik kollega, a másik pedig veti, és szépen a keretet rakja arrébb, és így egymás mellett sorakoznak a vályogtéglát. Ilyen keretet használnak, és a vályogtéglák így sorakoznak, ezt 2005-ben fényképeztem Szlovákiában. Elhívtak, hogy nézzük meg, hogy hogyan készítik. Nagyon jó volt, nagyon érdekes, ott egy állati nagy vihar elkapott minket a fénykép után 5 perccel. Mi még oda rohantunk a kocsihoz, a vályogtéglák nem rohantak oda, azok úgy, ahogy voltak, széllyel is áztak. Amikor elkészül a vályogtégla, akkor még nagyon puha plasztikus, általában egymás mellé rakják, fölrakják, illetve gullákba rakják őket, térre kazlazzák. Nagyon érdekes, láttam olyat, nem fénykép, sajnos nincs róla, hogy házméretű vályogtégla rakatok voltak, azokat szalmával letakarták. Ezek a rakatok azért készültek, mert akik készítették, akik kibérelték a vályogvető gödröt, azok ebből éltek meg, azon a nyáron semmi más nem csináltak, mint hogy vályogot vetettek, és jöttek hozzájuk a faluból, a szomszéd faluból, a harmadik faluból, megvették ezeket a téglákat. Ami tégla megmaradt, az kazalba rakva a telet szépen kihúzta, és következő évben szintén föl lehetett használni. Érdekes mondani, ugye mindig arról beszélünk, és én is mindig szoktam említeni, és mindig nagyon fontosnak tartom, hogy a vályogfalaknak megfelelő védelem kell az eső ellen. Mi a megfelelő védelem az eső ellen? Széles tető és vakolat a falon. Jó pár évvel ezelőtt gyermekeimmel voltam Szlovákiában, Betlér nevezetű községben, ha valakinek ismerős, az Andrássy birtok van ott, egy nagy kohó volt ott Betlérem. Azaz a hely Szlovákiában, ez Rozsnyótól egy kicsit északabbra van, ahol az év 365 napjában 300-ban esik az eső, meg a hó. És ott láttam olyan vályogfaluházat, ami az 1930-as években épült, és a mai napig nincs levakolva, és a fal áll. Tehát ezt a véleményemet, hogy mindenképpen be kell vakolni, meg megvédeni kell, ezt egy kicsit ez úgy módosította. És mondták, hogy igen, itt nem divat a vályogháznak a bevakolása, a fal az ott áll csupaszon, esik rá eső, hó, minden mégse dől össze. Említettem, hogy többféle vályogtéglát is készítenek. Van az úgynevezett préselt vályogtégla, több helyen csinálják az országban, sajnos itt Fehérvár már kiesik, Fehérváron már nem csinálják. Tulajdonképpen ez nem is igazán vályogtégla, hanem föltégla, megszállott, őrült, de a világ legjobb emberei csináltak saját maguknak ilyen vályogvetőgépeket, félelmetes. Laci barátom, az, hát barátom, 3-4 évente szoktunk találkozni, az ebbe éli ki az életét, már az egész családi vagyoná arra ment rá, készített 2-3 ilyen gépet, amin van ilyen kis forma, amiben be kell lapátolni az agyagot, és akkor préselt vályogtéglát készít. Évente mondjuk egy házat föl tud belőle építeni, mert nincsen piaca a dolognak. Na, nagyon jó, nagyon aranyos, és ő neki ez az élete. És csak irigyelni tudom, hogy ebben tud foglalkozni. Ez természetesen tudás kell, hogy valaki ilyen gépet készítsen. De a préselt vályogtégláknak van egy óriási nagy előnye, hogy ez az, amit aztán tényleg bárki meg tud csinálni. Tehát ha egy ilyen gépe van az embernek, vagy egy ilyen gépet tud valahonnan szerezni, semmi más nem kell hozzá, csak megfelelő mennyiségű agyag, meg megfelelő mennyiségű idő. Mert ott aztán más nem kell csinálni, be kell keverni az agyagot, és hányni bele a gépbe. Bekapcsolja az ember a gépet, egy ilyen kis formába beleteszi, egy fél perc alatt a gép forma, körbefordul, és már a préselt tégla ki is jön belőle. Egy házhoz azért nem kevés tégla kell, ugye tudjuk, hogy több ezer tégla, de vannak már Magyarországon, akik ilyen préselt téglából építik a házukat. Így néz ki egy préselt vályogtégla fal. Látható, hogy azért nagyon szép egyenletesek a téglák, bár ugye nem igazán téglaformájuk, mert ez a keresztmetszet, ez négyszögletes,
de nagyon szép kis házakat lehet belőle építeni, akinek ez a szellemi, tehát ez neki, hogy ilyen házat tudjon építeni, ezt tudom javasolni, a kézzel vetett vályogtéglánk az elkészítése ma már nagyon-nagyon nehézkes, nincs ember, kevesen tudják csinálni. Természetesen a vályogfalaknak a rakásának is megvannak a maga szabályai, látható, hogy a hibát látjuk rajta a hibát, mi a hiba? Na, mi a hiba? Nincs egymásnak. Igen? Na, jó van, jó azért. Igen, szóval elsírás hiba van. Természetesen a vályogtéglarakásnak is vannak szabályai, ugyanúgy téglakötésekbe kell rakni, ugyanúgy egymásra kell rakni a téglákat. De különösebb gond egyébként nincsen a vályogtégláknak a rakásával. Egy érdekessége van, hogy nagyjából az 1930-as évek végéig a vályogot mibe rakták, mi volt közt a habarcs? Föld, sár. Egész egyszerűen sárba rakták. Nem foglalkoztak azzal, meg hát drága is volt a méz, tehát nem mézhabarcsba rakták, hanem híg sarat megkevertek, a híg sár az nagyon jól kezelhető, nagyon jól dolgozható, eldolgozható anyag, és tulajdonképpen így egy teljesen homogén fal alakult ki, ami miért fontos, és megint építészek szakmai dolog, ugye tudjuk, hogyha egy fal különféle anyagokból áll, tehát a tégla földből, vagy égetett tégla kerámia anyagból, a köztelévő habarcs, durva példát mondok, mondjuk cement habarcs, akkor onnantól kezdve a falnak a hőszigetelő képességének annyi, hiszen a cement habarcs az nem, hogy hőszigetelő, az egy nagyon jó hőhidat képez, a méz habarcs azért az nem annyira, de ha egyszer sárból vagy földből építek, földtéglát építek, akkor úgy a logikus, hogy a köztelévő habarcs is ugyanaz az anyag legyen, nincs hőhír, nincs különbség, hőtágulás és egyéb különbség. Láthattuk ezen a fényképen is, sárhabarcs van a téglák között. A szerkesztési vályogtégla falaknak azért vannak bizonyos szabályai. Amikor ezt a diasorozatot készítettem, nagyon fontosnak láttam, hogy a jogszabályokról is szóljak, de már beszéltem róla, most már erről nem beszélek. Természetesen szigetelés és védelem a víz ellen kell. A falegyennek ugye a falnak a tetejét szoktuk hívni, általában két sor égetett téglát teszünk, hiszen oda még jönnek következő szerkezetek, gerendák, tetőzet, tetőtérbeépítés, galéria, egyebek, tehát azért azt védeni kell. Agyakhabarcs, vészhabarcs, erről már szóltam, illetve ami nagyon fontos, a koncentrált terheléseknek az elkerülése, tehát vályogfalnál arra nagyon kell figyelni, hogy ne egy falszakasza, vagy ne egy része legyen koncentrált terhelés ráterhelve, ez a gerendákra vonatkozik, a tetőkre vonatkozik. Ez arra vonatkozik, amikor egy régi vályogházra új tetőt raknak, és az addig X súlyú tető helyett két X súlyú gyorsan akartam mondani, ez a modern tetőfajta. Na mindegy, nem jut eszembe. Bramag tető, tehát vályogházra bramag tetőt nem teszünk, koncentrált terhet nem teszünk, illetve nagyon fontos a felületképzés, ha már egyszer a habarcsot földből csináltuk, akkor érdemes a felületképzést is, tehát a vakolatot is sárból csinálni. A magyar népépítészetnek a jellemzője a sár, a tapasztott sárfal, tehát vakolatként sártapasztást használtak, abba is kerül szerves anyag, nem szalma, nem törek, hanem annál finomabb pejva kerül bele, nagyon jól el lehet kenni, nagyon jól le lehet simítani. Ezt a sártapasztást öreg emberek még a mai napig csinálják, hogyha ilyen régi vályogházas területen járunk, akkor húsvét előtt, vagy minden szentek ünnep előtt láthatjuk, hogy öreg néni, öreg bácsik mennek, és kitapasztják a falat, hogy szép legyen az ünnepekre, illetve lemeszelik. Köszönöm szépen a figyelmet, elérkeztünk a háznak a felépítéséhez, áll a ház, a vakolat is elkészült, de ha valakinek bármilyen kérdése van, akkor nagyon szívesen válaszolok, csak közben nézem azt a nagyon vicces órát, ami visszafele jár, és most látom, hogy már 7 óra elmúlt, tehát nagyjából ennyi idő volt megadva, hogy el tudjam mondani, de ha kérdés van, nagyon szívesen válaszolok bármilyen kérdésnek. És nem írtam ide, mert nem szeretem az ilyen direkt reklámot, de a interneten, a honlapon megtalálható, bárki beírja, hogy vályogház, akkor úgyis mindig az elnyém jön fel elsőnek. Jó, tehát, és ott egyébként, ha valakinek utólag valami kérdés eszébe jött, vagy valami segítséget kérne, mindegyik oldalon az e-mail címem ott van, tehát meg lehet, csak azt nem szeretem, hogy most itt reklámozzon, mert
ez nem a reklám helye. De valóban, ha valakinek kérdése van, akkor nagyon szívesen válaszolok. Köszönöm szépen a figyelmet. Igen? Tessék. Azt szeretném megkérdezni, volt arról szó, hogy a vert falakat nem lehet minősíteni. Igen. És hogy miért lett olyan módon, hogy mondjuk a betont, hogy egy próbakockát, hogy lehet minősíteni? Azért, mert a betont, ugye, amikor bekeverjük, a gyár eleve adott receptúrával dolgozik. Amikor bedolgozzuk, megvan a beton bedolgozási technológiája, hogy ilyen és olyan vibrátorral így és úgy kell tömöríteni. Ennyi és ennyi ideig hagyni kell, ugye, hogy kössön a beton. 28 nap, nincs az építő, aki 28 napot kivárja. Ugyanezeket a tömésfalnál nem lehet. Tehát nem tudok receptúrát adni, mert nem tudom, hogy a föld miből áll, mert abban ilyen ásvány van, olyan ásvány van, döglött giliszta van, minden van benne, amit el lehet képzelni. És a tömörítés az pedig attól függ, hogy éppen milyen hány sör van a szakikban, hogy reggel tömörítenek-e, vagy délután tömörítenek-e. Nem vicc egyébként, már találkoztam olyannal, megfigyeltünk olyat, hogy a reggel fölrakott fal szakaszt, ugye a tömésfalat úgy építik, hogy körbe csinálják az egész házat egy etapba, tehát egy nap. Amit reggel tömörítettek, az nagyon jó tömör volt, amit már délután, úgy ebéd után, vagy mondjuk amikor nagyon meleg volt kánikulában, az a szakasz az ilyen darásfészkes volt, úgy hívjuk, hogy darásfészkes, tehát az nem volt úgy igazán jól megtömíteni. Tehát nem lehet minősíteni. Amíg a betonnál ugye, ott is van darásfészek, ha ott sem jól betonoznak, de azért a betonnál ott megvan, hogy milyen cementet használ, milyen receptúrát használ, hiszen a gyártónak a receptúrát oda is kell adni, tehát az egy nagyon fontos bizonylat. De hát egy vert falnál ezt nem lehet csinálni. Megmondom, nem lehet azt, hogy nem tudom minősíteni a földet, hogy milyen a minősége a földnek. Mert egy laborba, ha beviszem, laborban a kockavizsgátnál, ottnak megvannak az előírásai, hogy hogyan kell a kockát kialakítanom, megcsinálnom, hány mintát kell venni, melyik oldalát kell. Ez a tömés falnál nincsen meg. Tehát ezt nem lehet. Nem lehet. Igen? Májok tégla az azért, mert azt a téglát magát viszem be a laborba, és azt minősítem. Tehát a téglának a törő szilárdságát azt lehet törni. Azt lehet törni. Tessék? Világos, ezt értem csak, jó. Hogy ugye van. De a tömésfalból most egy egész falszakaszt nem tudok odavinni a laborba, hogy azt megvizsgálják. Kint meg a helyszínen nincsen. Erre nincsen lehetőség. Tehát ezért nincs is rá szabvány. Nincs is rá szabvány. Nem igazán jó. Jó lenne, hogyha lehetne, mert régen a régi műemlékes szabályok azt mondták, és ezt megpróbálták visszacsempészni 2013 után, de nem igazán sikerült, hogy a helyi építési anyagok és építési hagyományoknak megfelelő építési módot el kell fogadni, de hát most őszintén ki az az ember, aki egy arra, hogy csak a tervező aláírja, hogy igen, ez jó lesz, egy olyan házba bemer költözni. Akkor, amikor viszont egy szabványosítás alapján levizsgált, beminősített fal, legyen az téglafal, arra azért mégis van szabvány. Nem, sajnos ezt nem engedik a szabályok. Nem engedik a szabályok. Nagy ritkán műemléképületeknél, például a Szentendrén a Skanzenban megengedik. Megengedik. Tehát ott szabad, de nem lehet minősíteni. Tehát ez a probléma a vert falaknál. Arról nem beszél, hogy nem, én nem tudok olyan, amit mutattam fényképet Szentendrén a Skanzenban, akik dolgoztak, és itt nézem a segítőmet, 2003-2004-ben voltunk ott, akkor még volt egy olyan banda a Miklóséknál, aki tudott ilyen vert falat csinálni. Meg tizenakárhány éve, most már nincsenek ilyenek. Nem találunk olyat, aki vert falat csinál. Tudom, a neten van, hirdetik magukat, de nem tudják, hogy hogyan kell csinálni. Sajnos láttam, nem tudják. Egy pajtát építettek föl, és nem maradt meg a pajta. Nem maradt meg. Azóta talán már nincsenek is fönt a neten. Nem lehet. Ez nagy tudomány. Szóval nagy tudomány. Komolyabb tudomány, mint a kőműves fölrak egy falat. Minden kőműves, a inas, vagy hogy mondjam, aki kőműves szakmunkás képzőt elvégezte, föl tud rakni egy falat, föl tud rakni egy boltívet, ilyeneket meg tud csinálni. Ez nem akármi. De ez érteni kell. Érteni kell. Az, hogy csak ott püfölöm, az csak egy dolog. Érdekes módon, egyébként ez egy nagyon érdekes, ha valakit a néprajz érdekel, az építés történet, tehát nem az építészet történet, építés történet. Olvashatunk, találhatunk ilyeneket, én például Makó környékéről sikerült szerezni milyen leírásokat. Olyan bandák voltak, ahol a bandavezér az többet keresett, mint egy jól menő vagy jól gazdálkodó gazda.
egy ilyen banda vezető, ő felállalta föl a tömésfalnak a készítését, és megfizették, mert nem volt mindegy, hogy hova állította az embert, nem volt mindegy, hogy a földet hogyan rakták föl, nem volt mindegy, hogy amikor az egész befejeződött, akkor utána még a fallal mit csináltak. Ez a vertfalnak a készítés, az, ez egy komoly feladat, komoly szakma. Én magam sem merném csinálni, maximum ott állni és döngölni, ha valaki mondja, hogy hogyan és hol döngöljen. Sajnos ez ilyen. Mondom, az már egy óriási nagy előrelépés, egy óriási nagy vagy olyan tény, vagy öröm, hogy a vályok téglákra már megvan. És majd valószínűleg a Megyasszai Péter el fogja mondani, hogy a szalmára is megvan egyébként a szabvány. 2013 óta arra is elkészül a szalmabála építészetre, azt hiszem 2 vagy 3 hét múlva fog majd előadást tartani. Jó? Tehát sajnos a vert falakkal, ez van a rakott falakkal, szintén ez van. De ha valakinek sikerül egy vert falu vagy egy rakott falu házat megvenni, csak azt tudom mondani, hogy őrizze meg, vigyázza rá nagyon, mert érték, óriási érték. Mindig az szokott lenni, tudom, mert nekem nem ez az első ilyen ház, amiben lakom, vagy amilyen ház van a birtokomban, hogy mindenki azt mondja elsőre, hogy le kell dózerolni és egy szép új házat építeni, hát egy frászt. Még egyszer ugyanolyan házat, mint amilyenben például most lakom, egy Fejér megyei faluban, vagy kisvárosban, nem tudnék fölépíteni. Biztos, hogy nem tudnék fölépíteni ugyanazokkal az előnyökkel, mint amilyenek most annak megvannak. Jó, igaz, másfél évig tartott a felújítása, de azért megvannak az előnyei. Semmilyen modern anyagból. Tudom, hogy majd lesz passzív házépítészet is, biztos nagyon izgalmas, nagyon jó, de én nem adnám oda egyetlen egy passzív házét sem azt a 130 éves vályokházamat, amiben lakom. Mert jó, nyáron hideg, télen meleg, kényelmes, nem kér enni, arra kell figyelni, hogy a cserép az ne essen le. Tehát azért mondom, hogyha valakinek ilyen a birtokába kerül, és nagyon érdekes, még egy 5 perc türelmet hadd kérjek, akkor meg kell őrizni. És nagyon sokszor kérnek meg, hogy küldenek fényképeket, megkeresnek e-mailben, van, amikor el is szaladok megnézni, hogy ezt a vályokházat érdemes-e megvenni, vagy azt a vályokházat érdemes-e megvenni. Nagyon sokszor látok olyan vályokházat, hogy puccosan föl van újítva, frissen levakolva, új tetőre rakva rá, fürdőszoba kicsempészve, új izé, jacuzzi betéve, kád, ez az amaz minden. És akkor mindig azt mondom, hogy én nem ezt venném meg, hanem a szomszédba azt a lerobbant, fürdőszoba nélküli házat, mert még a víz sincsen bevezetve, az udvarra volt bevezetve a ház, vagy a víz, bocsánat, mert abban a házban tudom, hogy semmi nincsen elrontva, semmi nincsen eltakarva az új vakolattal, az új gipszkarton mennyezettel, meg az új festéssel. Az biztos, hogy ha az ember megvesz egy ilyen frissen felújított házat, az asszony azt mondja elsőnek, hogy ez a csempe nem jó a fürdőszobában, azt verjük le. Ez a gáztűzhely nem jó, meg a konyhában a pult ne itt legyen, hanem ott legyen. És akkor kezdtem előről azt a felújítást vagy átalakítást, amit az előttem lévő tulajdonos megcsinált, és velem megfizettet úgy is, mikor megveszem. Szóval ha veszek egy rossz állapotban lévő, valóban fürdőszoba nélküli házat, elnézést, mindig oda nézek a kis szemüveges, hogy a lányom azt, tehát az, ő tudja nagyon jól, mert ő benne volt ebbe, ezt végigcsináltuk együtt. Egy ilyen házat, ahol én magam alakítom ki a konyhát, én magam alakítom ki a fürdőszobát, tudom, hogy a fal milyen állapotban van, mert levertem a vakolatot, és láttam az egészet, meg mindent, akkor tudom, hogy mibe költözök bele. Tudom, hogy én mit csinálok, és azt saját magamnak csinálom, és még egy marha nagy előnye van, az első számú műszaki paraméter, ugye mindig azt szoktuk mondani az építőiparban, hogy az első számú műszaki paraméter az ár. Tehát egy ilyen vályokházat meg lehet venni egy faluban 1,5-2-3 millió forintért. És ha még ráköltök még egyszer annyit, akkor még mindig olcsóban veszem meg, mint egy puccosan felújított olyan házat, ahol szívecske van felül befaragva, meg a zsalugáterek föl vannak rakva, meg padlófűtés van berakva, ami 3 év múlva szétrohad és szétáztatja az egész házat. Tehát ezt saját magamnak csinálom meg, biztos, hogy jó lesz. És sokkal, de sokkal olcsóbban, sokkal, de sokkal jobban hozzá lehet jutni. És zárszóként, ha egy ilyen öreg házat valaki megvesz és megment, az a saját maga, meg a társadalom, meg a, nem akarok meg szakadt használni, meg az ország egy értékét menti meg. Minden egyes ház, minden egyes épület a mi tulajdonunk. Magyarország értéke, még a legrosszabb állapotban lévő faluszéli vályokház is, vagy tömésfaluház is, a magyar társadalom egy bizonyos kincséhez tartozik, és meg kell őrizni, vigyázni kell rá. Ha ilyen lehetőségük van,
vagy ha ilyenre van lehetőségük, vagy ilyenen gondolkoznak, nagyon szépen kérem, abban gondolkozzanak megőrizni, megtartani ezeket a házakat, mert lakhatóvá lehet tenni őket. A mai modern lakáskörülményeket meg lehet bennük teremteni, és megmarad az érték. A vagyonunk megmarad. Köszönöm szépen akkor a figyelmet. Köszönöm. De még ha van kérdés, akkor még nagyon szívesen. Igen, igen. Hogyne, csak alulról jön a víz, meg fölülről. De fölül ugye az épületeknek van egy olyan tulajdonsága, hogy a fölülre tetőt rakunk, tehát onnan ritkábban szokott jönni. Felülről is jön természetesen, lehet finomítani, még kb. 3,5 órát tudnék beszélni a témáról. De leginkább alulról jön a víz, minden házhoz, minden épület az alulról jön. De még valahonnan jön, honnan? Tudjuk-e? Honnan? Oldalról? Házfalat, csak eső. És még? Pára, nagyon jó. Milyen pára? Így van, a lakótérben keletkező pára. Főzünk, mosunk, izzadunk, jövünk, megyünk. Az a párat keletkezik. A vályokháznak ez az óriási nagy előnye, és az öregek nagyon jól tudták. Amikor felépült egy ilyen vályokház, nagyjából olyan fél évig nem vakolták be a falat. Ugyanis az a pára, ami keletkezik, az belemegy a falba, kell nagyjából egy 6 hónap, hogy kialakul az az egyensúly, hogy amennyi pára bemegy a falba, az oda, a másik oldalon ki is megy. És ettől jó a klímája a vályokházaknak. Az volt a kérdés, hogy mi van az alulról jövő vízzel. Hát ugye le kellene szigetelni a házat. 1934-től előírás volt, hogy minden házat le kell szigetelni, ehhez képest még a 60-as években sem építettek mindenhol szigetelt házat. Nem nagyon lehet a vályokházaknál mit csinálni. Két dolgot lehet. Ha egyszer már ott van az átkozott víz a falba, engedem, hogy kimenjen belőle. Tehát nem rakok föl fűrészporos tapétát, nem rakok föl gipszkartonfalat, nem rakok föl cementes vakolatot, mészabarcs vakolat, ad abszurdum esetleg sárvakolatot rakok föl, de engedem, hogy az a nedvesség eltávozzon belőle, és lehetőleg a legkevesebb vizet engedem a falhoz. Mert honnan jön a legtöbb víz? Nem alulról, hát nem a karsztvíz jön föl, könyörgöm. Az a víz jön föl, ami csapadék belesik a talajba, és a kapilláris hatásra úgy oda mászik az alaphoz, és fölkúszik. Tehát, ha kívülről megvédem a falat, csöpögő járdát teszek, dréncsövet teszek, jó széles tetőt teszek, akkor egyre kevesebb víz fog oda jutni, azaz egyre kevésbé lesz nedves. Általában a vizes, nedves vályokfalaknak a 80%-ának ez az oka, hogy a kívülről jövő vizeket odaengedem. Másik oka pedig micsoda, ami a padló alatt pára keletkezik, nedvesség keletkezik, az ilyen nagyon jó kis zárt burkolatokkal, meg betonozással, meg linoleummal, meg szőnyegpadlóval, beleszorítom a falba. Azt kell elképzelni, hogy ez a pár, ez jönne itt ki. Ha most nem ez lenne, hanem mondjuk hajópadló lenne, vagy régi földpadlós ház lenne. Én még laktam földpadlós házba. Az a pára kijön, az nem megy bele a falba. Abban a pillanatban, amikor lebetonozták, abban a pillanatban, főleg miért rátesznek linoleumot is, vagy a drága jó metlahit, azt a szép metlahit ráteszik, az a pára nem tud eltávozni, hanem szépen a falba kúszik bele. Láttam, Pécs mellett Feked nevezetű faluban voltunk gyermekeimmel, ilyen magasan, tehát derék magasságig volt a falban a víz, a nedvesség. Ugyanis volt azon fűrészporos tapita, volt azon ilyen zárt burkolat, minden, amit el lehet képzelni. Ha belenyomom a falba a vizet, persze, hogy benne van, ja, és kívülről kőporos vakolatot véletlenül sem tudjon eltávozni. És mindezt újonnan csinálták körülbelül 2-3 évvel előtte, tehát régebben a ház, Feked az egy Baranya megyei falu, nagyon gazdag, nagyon jó. Tehát olyan gyönyörű házak vannak, életemben olyan gyönyörű tornácos házakat nem láttam, ilyen faragott faoszlopok, legalább 100 fotót csináltam. De ezeknek a házaknak nem volt baja nagyjából a 80-as, 90-es évekig. Akkor elkezdtek betonpadlót csinálni, kőporos vakolatot rátenni, műanyag ablakokat belerakni, onnantól kezdve a falak nedvesedtek, vizesedtek, penészesedtek, és nem lehetett a házba lakni. Ha egyszer bezárok egy ilyen falat, mint egy dunsztos üveg, akkor nem tud a víz eltávozni belőle. És akkor ennek ez a következmény. Megvannak ezek a maga, ennek a maga finomságai. Valakit érdekel, a honlapon erről lehet olvasni, a könyvemben is lehet olvasni, de a honlapot is érdemes átbogarászni. Ott külön szólok a padlásszigeteléstől kezdve a hajópadló elkészítéséig, a padlóburkolásig, egyebekig, a vakolatokról szólok, mert ezek mindazok, mondom, még körülbelül 3 órát tudnék erről beszélni. És akkor jutnék el a negyedéig. Igen? Még egy kérdés, hogy mivel oldotta meg a padlóburkolatot, meg a falburkolatot, az akár belül, akár kívül? A saját házamnál? Mészhabarcs vakolatok vannak csak, a szobákban csak hajópadló van, és nem betonra lakott hajópadló, nem misunkba rakott, hanem a hagyományos hajópadló rétegrend, kavics, homok, párnafa.
mert a pára az tud jönni. A falon pedig addig úgynevezett vendégfalakat raktam azokra a helyekre, ahol víz érheti a falat. Tehát például fürdőszobában, konyhában. Éltégla falból egy kisméretű téglából, bontott téglából, az volt a legolcsóbb, meg az a legszebb, fölkerült nagyjából ilyen 1 méter 80-ig, 1 méter 60-ig egy eléfalazás, ugyanis ezeknél a helyiségnek az a lényeg, hogy a szobában vagy a helyiségben keletkező víz ne támadja a falat. Tehát például a fürdőszobában ugye pára keletkezik, vagy a mosógépnek leesik a csöve, akkor az ne tudjon belemenni a falba. És akkor ugyanitt, ahol hidegpadlós helyiségek vannak például az előszobában, a fürdőszobában, a fal mellett egy légrés lett kialakítva, mert az ugye zárt burkolat, ami nyomná befelé, tehát nem a falba megy be az a pára, ami a padló alatt keletkezik, hanem az a légrés sem megy ki. A honlapon szintén le van írva még az elkészítési technológia is, hogy mi a lényeg a dolognak, mert nem a falba nyomom bele a falat, a nedvességet, hanem kimegy a szobának a légterébe, nyitom az ajtót, jövök, megyek, ablakot szellőztetek, eltűnik, észre se lehet venni. Az az óriási nagy probléma, amikor ilyen hideg burkolatot csinálnak, fölviszik a falra, fölvezetik a falra, még rákerül esetleg szőnyegpadló is, és az a pára az sajnos a falba megy bele. Nagyon sok ilyen házon. Mindig sírva fakadok, mert mondják, hogy itt lakott a nagyapjuk is, vagy az anyjuk is, itt született az anyjuk, apjuk, semmi baja nem volt a háznak. Most menjek, mert mondjam már nekik, hogy mi a bajuk. Veszprém megyében, Tüskevártól északra lévő falvakban valami, nem tudom milyen kereskedő vagy kicsoda, megfűzött egy csomó embert, a fél falunak az összes vályokházába kicserélték műanyag ablakokra az ablakokat, azok egyébként ronda is, tehát ronda nem illik az öreg házakhoz, az ilyen egybe teli ablak, műanyagból van, nem egy faluba voltam, hívtak, kerestek, hogy penészesedik a ház, mitől? Hát a műanyag ablaktól. A régi ablakok, ezek a régi geréptokos ablakok, építészek megint tudják, mi az a geréptokos ablak, azok szellőznek, annak a résein a levegő kimegy, jön be, kinyitom az ajtót, marha érdekes, rendesen mozog a levegő, nem penészedik be, nem párásodik. Amikor egy ilyen modern ablakot beteszek, már ezt is, ugye itt van a gumiszigetelés, nem tud a levegő mozogni. Bepenészedik. Kellemetlenül bepenészedik. Voltam olyan házban is, ami az érdekes volt, ez az Alföld közepén volt, tehát homokos vidéken a talajvízolban 26 méteren volt lent a kútban, a falból, fal és a mennyezetnek a csatlakozásából csöpögött a víz. Tehát szabályosan csöpögött a víz. Novemberben voltam ott, amikor már fűteni kellett, csöpögött a víz, folyt lefelé a falon. Mert dunsztos üveget csináltak a vályokházból, és hát az nem szereti. Arról nem beszélve, hogy ezek a vályokházak, vályokfalak ilyenkor ugye bedohosodnak, büdösek lesznek, mert azokban szerves anyag van, ha abba víz kerül, az a szerves anyag, az elkezd élni. Tehát én voltam Nógrád megyében fönt olyan házban, hogy rendesen a gomba az így folyt ki. Tehát a gombának a micéliumai, a fonalai azok folytak ki, mert vizes volt a ház, nem engedték ki a párát, a földbe benne van a gomba, erre föl kell készülni, mondtam, döglögiliszta, egér, harcoló szövjet katona, minden van benne, tehát erre vigyázni kell, mert ha nedvesség benne marad, nem tud eltávozni, ezek elkezdenek élni, ezek a nedvességek. Nagyon-nagyon extrém példa, de megtörtént tavaly, azt hiszem, hogy meséltem, nem? 11. kerületi hivatal, nem mondom meg, az egyik főnöknek a szobájában, a sarokban gomba kezdett el nőni kifelé, a második emeleten. Kiderült, a régi hagyományos padlószerkezet, mennél már? Ja, azt hittem. Hagyományos padlószerkezet volt, salakba rakott, párnafák, padló, vizet kapott, valahonnan eltört egy cső, és vizet kapott, és a 30 év, nem is, az 1963-ban épült az épület, az 1963 óta ott lévő padló alatti feltöltésben a gombák elkezdtek élni. Az 30-valahány évet, vagy 40 évet ott volt, senki nem tudta, senki nem számított rá, elkezdtek a gombák élni, és a környező házi gomba kinőtt, az osztályvezető kollega, az 3 hónapig nem mert bemenni a szobájába, mert neki a tüdejével egyébként is olyan baj volt. Nem, ez komoly fényképek, megvannak róla a fényképek. Az egész két egymás mellett lévő helyiséget ki kellett pucolni, tehát ki kellett takarítani, de a vasbeton födémig, és kiégetni az egészet. Nem, azzal nem lehet mit csinálni a gombával. Azt égetni kell. Igen? Az előbb volt szó arra, hogy a hidegburkolatos területek miért igen. Egy légrést igen, kell hagyni, igen. Ami a viszítős igen. És függőleges terület össze. A falnál, fal mellett. Igen, igen. És ez körülbelül centiméterre kifejezve? Nem centiméter, az a, ugye a zárt burkolat alatt szilárd, ajzat van beton általában. Misung ajzat ez az.
ezt a betont teljesen át kell vágni, hogy a csupasz földből jöjjön a pára. Tehát az nem azt mondom, hogy ennyi centi, annyi centi. Ahogy van a beton, tehát ha ilyen vastag a beton, azt az egészet úgy szoktuk csinálni, flexel átvágjuk. Tehát akkor épül, olyan épül, ez nem jelent gondot. Ha már egy meglévő burkolatnál, flexel elvágni, azt a részt kiszedni, de addig, hogy a csupasz földig elérjek, mert hiszen a pára csak akkor tud kélni. Tehát itt nem centi, amennyi a szerkezet, annyit kell átvágni. Budai szélessége az általában olyan 5-8 centi. Budai Várban, Országház utca 16-ban van egy barlangmúzeum, 1998-ban nyitott meg, aztán azt hiszem, hogy 99-2000-ben be is zárt. 96-ban nyitott meg, és 99-ben zárt be, és az lent van a föld alatt, kiállító tér, tehát ott ilyen mindenféle transzparensek annak kirakva, meg képek, meg ilyenek. Ott nagyjából 20 centis ilyen légrést hagytunk a fal mellett, és a mai napig ott vannak a kiállítási tárgyak, és semmi bajuk nincsen. Pedig ott aztán a föld alatt van nedvesség bőven a várban, Országház utca 16, sajnos aztán most már nem lehet oda bemenni. De ott 20 centis légrés volt, működik. Ebben a légrésben általában azt szoktam javasolni, hogy mészkövet vagy dolomitot érdemes beleszórni, tehát nem kavicsot, mert van egy olyan nagy előnye, hogy a mészkövet, a csigák, a giliszták nem szeretik, a hangyák. Mert ugye ahogy mennek rajta, a mész a nedvességtől elkezd ugye izzani, és az nekik fáj a bőrüknek, tehát az ilyenben nem jön föl, csak sima kavics kerül oda, akkor az, ott följönnek ezek a kis hátkák, és általában az asszonypajtás ezt nem szereti, nem kultiválja. Igen? Egy olyan kérdésem, hogy szoktad utólagos alapozást csinálni a régi házaknál. De ennek akkor van értelme? Attól függ. Ha nincs egy háznak az alap, és megrepett a fal, akkor igen. De amikor azzal jönnek, hogy vizes a fal, és ezért aláalapozom, akkor én meg röhögő görcsöt kapok. Mert az aláalapozás az aláalapozás. Az alap. Építőmérnök, építész kollégák tudjuk, az alap, az nem szigetelés. Tehát ha én egy fal alá, legyen ez kőfal vagy téglafal, benyomok rengeteg betont, attól még nem szigeteltem le a falat. Attól még az úgy szigeteletem marad. Az a baj sajnos, ha valaki az Indexen van, a Vályokház igen vagy nem című fórum, ilyen most már eléggé haldokik, de volt pár év, amikor nagyon élénk volt, ott is állandóan mindig kezdődött, hogy jó, vízesedik a fal, akkor alapozd alá meg, mit mondasz, azt semmit nem ér. Most egy utólagos alálapozásnál szigetelést én meg nem tudnék csinálni. Nincs az az ember, aki meg tudná csinálni, hiszen el kell képzelni, van egy fal, kiások egy gödröt alatta, ahova nekem betont be kell raknom, és a szigetelőlemezt azt ki fogja ott tartani, amíg én betonozok. Szóval azért az nem igaz, nem ugyanaz. Természetesen a statikai probléma van, tehát mint amit mutattam azt a vertfaluházat, hogy van egy marha nagy repedés rajta, akkor ott egy alapmegerősítést kell csinálni. Ez az egy külön technológia, ez ami egészen más. Ott hátul is volt, akart valamit kérdezni, hogy igen, igen. Bocsánat, csak közben annyit úgy eltértem, de biztos. Jó, tehát mondom, aláalapozni kell, ezt téglaháznál is, kőháznál is. Ezt csinálják. Tehát ezt én is csináltam, én falazva csináltam az alapozást. Van, aki most már ilyen műanyag habot nyom alá, nem nagyon vagyok híve, mert bizonytalan, még annak nincsen megfelelő élete, de az aláalapozás egy 300 éves technológia, az már biztos, hogy jó. És a szigetelésnek akkor többet ér ez a légrés kialakítása? Kicsit másabb. Hagyj válaszoljak arra a kérdést, és utána majd elmondom, hogy miért másabb. Igen? Igen, figyelj. Egy olyan kérdésem lenne, hogy nagyon sok vályokházat néztünk meg az elmúlt fél évben, és rendszeresen előkerült az a probléma, hogy ahol fa fölén volt, ott általában gyedőn volt. Sártaposztás van fölül. Igen, sártaposztás van fölül. És mindig azt az információt kaptuk, ahogy már meg volt süllyedve, hogy valószínűleg túl vastag réteget raktak föl. És hogy valahogy egy ilyen ellentmondást érzek abban, hogy ugye most azt mondják, hogy a vályok nem, hogy a falak azok nagyon jól tartják a bőrt, és hogy fölfelé viszont azért úgy tud szökni. És hogy hogy lehet feloldani ezt a problémát, hogy közben meg ugye el kellene annak a papírnak a bőrének bírni ezt a sártaposztást. Általában ez nem abból ered. Az abból ered, hogy túl van terhelve a födém. Tehát általában a régi parasztházaknál például a terményt ott tárolták föl. 15-20 mázsa, azaz másfél-két tonna terményt is fölvittek, és hát ezek az öreg gerendák sajnos meghaltak. Semmi problémát nem lehet, meg kell fordítani őket, és ugyanúgy tart tovább. Nem maga a sártapasztás. Nem, hanem az, hogy túl lett terhelve. Le lehet szigetelni az ilyen födémeket, mennyezeteket is, megvan rá a technológia, egy valamit nem szabad, van a sártapasztás, és arra így ráteszem a szigetelő lemezt, és azt hiszem, hogy az jó. Hát nem jó. Mert éppen amit tetszett mondani, ugye arrafelé eltávozik a levegő. Ez a levegő, ami megy fölfele,
ez a jobb kezem a pára, megy fölfele, átmegy a deszkákon, átmegy a sártapasztáson, és ugyanúgy, mint a falon, egy idő múlva ez szépen ott eltávozik fölül. Ha erre ráteszek egy szigetelő anyagot, legyen a szongarocell, vagy ásványgyapot, vagy szoktak most ilyen, nem, cellulóz, az se jó. Az nem engedi a párát eltávozni. A pára benne marad ebbe a földrétegbe, az a földrétek onnantól elkezd kezdeni ázni, nedvesedni. A hőszigetelő képessége lecsökken, és amit a falban is, a szerves anyagok elkezdenek benne dolgozni. Tehát nem jó. Nem jó. Azt szoktuk csinálni, hogy nagyjából egy olyan 7-8 centis, 10 centis pallóból csinálunk egy keretet a mennyezetre fölül, és arra kerül rá ez a szigetelő, tehát van egy légrés a szigetelőanyag és a sártapasztás között. És akkor ott jár a levegő, nem kell ott húzatnak lenni, tehát nem tájfun jár ott keresztül, csak annyira mozog a levegő, hogy ezt a párát, ami egyébként megülne, azt elvinné. Visszatérve a szigetelésre. Májokházakat is le lehet utólag szigetelni. Sajnos nagyon rossz technológiákat is alkalmaznak, az utólagos beveréses technológiát, illetve azt, amikor elvágják a falat. Mind a kettő rossz. Az egyik azért rossz, mert a beverésnél olyan dinamikus terheket kap a fal, hogy nem bírja ki. Komlóban most egy ilyen bíróság ügyem, ahol szakértőnként közreműködök, hogy egy kocsmának a falát elől ilyen beveréssel leszigetelték, mire hátra mentek a szakik a géppel, addigra az első fal kidőlt. De el kell gondolni, igen, hát így nevet rajta az ember, de azért ez, főleg azóta marhaneszen, nem voltak ott az emberek. Azért nem tudom, mennyire figyelik önök, vagy figyelik a jelenlévők, én azért nagyon figyelem, minden évben legalább kettő olyan halálesetről adnak hírt a sajtó, meg a médiák, ahol valamilyen vályogfal kidőlt és rádőlt valakire. Ez egy ilyen eset volt, szerencsére nem volt ott senki. Tehát nem jó ez a beveréses technológia. A falátvágásos technológia mind nem jó. Azt úgy szokták csinálni, és láttam magam is, hogy vagy ilyen kötéllel, vagy fűrésszel, egész egyszerűen elvágják a falat, alakul ki egy rés, és oda beteszik a szigetelőlemezt. Na most ez a rés, amikor kialakul, azt a fal nem igazán szereti. A téglafalnál, a kőfalnál, annak megvan az a tulajdonsága, hogy önmagát megtartja. Tehát ha egy téglafalból egy ilyen fél táblányi felületet én kivontok, a fal önmagát megtartja, átboltozódik. A tégla nem. A vályog nem. Az egy plasztikus anyag, tehát ha az a fölötte lévő terhet nem tudja továbbadni, vagy nincs mire támaszkodni, a meghajlik, megmozdul, és abban a pillanatban repedések keletkeznek. Az átvágásos utólagos falszigetelés technológiánál téglafalba, kőfalba föl szokták ékelni a falat. Bekerülnek ilyen kis tégladarabok, vagy jégdarabok, fölékelik a falat. Ezt vályognál nem lehet, mert a vályog kitér előle, ugye plasztikus, tehát ha a vályogba beleütök egy szöget, vagy egy fadarabot, az kitér előle, tehát az ékelés nem használ. Tulajdonképpen lesz egy 2 centis folytonossági hiány a falban, amit a fene tudja, hogy annak mi lesz a következménye. Süllyedés, az ajtó elgörbül, ez az amaz ilyesmi. Nem jó. Az egyetlen egy technológia, és azért mondtam, hogy rakott falnál nincs nem lehet utólagos falszegedést csinálni, vagy tömés falnál, ha vályogtéglát kimondom egyenként, régi technológia, több száz éves technológia, könyvesek tanulják az iskolába, tehát meg tudják csinálni. Kimondom a téglát egyenként, egy ekkora szakaszon, beteszem a szigetelőlemezt, kihúzom, visszafalazom, és csinálom a következő szakaszt ugyanígy. Ezzel egyetlen egy gond van a vályogtéglánál, hogy a vályogtéglát, ha kibontom, annak kb. 30%-át tudom még visszaépíteni, mert szétesik, összetörik. Arról nem beszélve, hogy egy 36-as vagy 38-as téglafalat kibontok, egy 60 centis téglafalat kibontani azért az nem fehér embernek való munka. Tehát azért ez elég komoly. Utólagos falszigetelés nem igazán jó vályogfalaknál. Meg kell akadályoznom. Dréncsövet rakok, csöpögő járdát rakok, széles tetőt rakok. Ezek a régi 100 éves, 200 éves, 1000 éves módik, és ezek váltak be. Amit mondtam, hogy a különféle adalékanyagokat próbáltak, itt is kiderült. Az új technológiák, az új dolgok ezeknél a régi házaknál nem válnak be. A régi dolgokat kell használni, alkalmazni, és még mindig az. És nagyon érdekes, mert ugye ezt én mondjuk egy olyan jó 20 éve, bár a fórum az 1999 óta, tehát nagyjából 16 éve megy, én voltam az első, akik ezt hangsúlyoztam és mondtam, és mindenkinek próbáltam mondani. Most már sokan ugyanezt mondják. De bárki bármilyen új technológiát kipróbált és próbáltak alkalmazni, vagy adoptálni a vályogházakra, a fórumon nagyon sok ilyet találunk, hogy kipróbáltuk, de mégse jó, mégiscsak a régi a jó.
és ezt nem én mondom, ezt 10 mondják, 20 mondják, 25-en mondják, hogy mégiscsak a régi technológiák, a régi meszelt fal, nem tudom, arról nem beszéltünk, de például a vályogfalról ugye diszperzites festéket nem rakok föl eleve, vagy modern festéket, vagy ilyesmit, egész egyszerűen csak a meszelés alkalmas, nem rakok föl ugye ezért tapétát, mert nem tudsz szellőzni a fal. Ezt nagyon sokan kipróbálták. Nagyon sokan kipróbálták, lehetett leszedni a tapétát egy év múlva, mert nedvesedett, vízesedett. Sima meszelés, ennyi. Milyen jó volt meszelni a házat. Ja. Igen? Bocsánat, nem tudok túl sok kérdést költeni, nekem sokkal nem, mert egy ilyen vályog megmentés ház előtt állok. Igen? És, de jó. Igen? Szó volt arra, hogy ez a gumitömítés pontot használ. Viszont, hogy most már szavait értelmezve, van-e értelme költeni mondjuk egy ilyen, semmi értelme nincs. Semmi értelme nincs. Semmi. A régi hagyományos ablakokat bent kell hagyni, azokba is lehet tenni termoüvegeket. Ah, de hogy is nem, nincs olyan ablak, ami nem akkor nincs. Akkor meg a vaterán körül kell nézni, és venni kell 1000 forintért régi megfelelő ablakokat. Kész. Nem érdemes. Egy ilyen ablak 30-40 ezer forintba kerül, több kárt okoz. Több kárt okoz, mint bármilyen régi ablak. Bontott ablakot még, ha máshol nem, Devecserben, nem tudom, ismerős a hely, Devecser, ismerős, akkor jó. Nem ismerős Devecser? De. Nem azért a, micsoda, Vörösi szaktól, hanem ott Devecserbe, oda megy az ember, ott kint az oroszlaktanyába is, de bent a faluban a Lominál, 600 féle ablak körül lehet válogatni, régi ablakok közül, ilyen modernek is vannak, meg a régiek is vannak, és azt kell megvenni. Én egyszer a Vaterán 15 ezer forintért 8 darab olyan gyönyörű ablakot tudtam venni, hogy még oda is hozta a pasas. Komolyan. Meg kell nézni, és... Igen. Nem. Nem. Ne. Kérem, hogy ne. Ne, jó? Itt most tanúk előtt kérem, hogy ne. Jó? Nem érdemes. A régi ablakokat is föl lehet újítani. Egy valamire kell figyelni, nagyon-nagyon följön a figyelmet, de akinek nem váljuk náza van, Anna is. Az ablakra régi magyar parasztember mit használt kenni? Olajfestéket. Csak is olaj, nem lehet megkapni olajfestéket egyébként. Én pont Devecserbe vettem 5 kilót pár évvel ezelőtt, nagyon vigyázok rá. Bemegy az ember, milyen áruházak maradtak még, meg praktiker, meg ezek. Lazúr, ezt lehet kapni. Semmit nem ér. Ablakokra, nyilvánzárkokra nem szabad tenni. Ugyanis az ultraibolya fény ellen nem véd. Bérnevezetű község Nógrád megyében, nem tudom, ismerőse valakinek, egy gyönyörű evangélikus parókia, egy műemlék parókia van. 6 évvel ezelőtt lecserélték az összes ablakot, stílszerű ablakra, tehát nagyon szép ablakokra. Nem olajfestékkel kenték be, hanem lazúrral, és 3 évvel ezelőtt az összes ablakot újra ki kellett cserélni. Ugyanis az új faanyagokat nem védte meg az a lazúrozás, egész ezt a nap kiszívta őket. Az olajfesték az a nap ellen véd, a szú ellen véd, a nedvesség ellen véd. Most már olajfestéket nem lehet kapni, én zománcfestéket használok, ezt a hagyományos, nem tudom milyen, a magyar gyártmányú zománcfestéket, mert véd a nedvesség ellen, véd a nap ellen. Mondom, félelmetes dolgokat láttam, ez is olyan van, mondjuk ezt ugye nem éri a nap, hála Istennek, de ha ez olyan helyen lenne, hogy déli oldalra nyílva, 3-4 év múlva ezeket az ablakokat lehetne cserélni. Nem szabad, nagyon vigyázni kell nyilvánzárokkal, és nem érdemes költeni rájuk. Egy-egy faluban, vagy egy-egy településen, vagy két faluval arrébb biztos, hogy bontanak el egy olyan házat, ahonnan be lehet szerezni azokat az ablakokat, amiket kell. Most Tolnában voltam lent szombaton, ugyanezt történik, hogy egy faluval odébb, vagy két faluval odébb elbontottak egy házat, és 3 olyan szép ablakot kaptunk 5000 forintért, hogy csak na, ott örült a tulajdonos, hogy hú, de jó. És ha nagyon hőszigetelő ablak kell, a régi ablakkeretekbe be lehet tenni kívülre hőszigetelő üveget, tehát ezt a termoüveget most már be lehet tenni minden további nélkül. Bármelyik asztalos vagy üveges belerakja, méretre szabva is belerakja, és szigetel. Nagyon, amit mondtam, azt a bizonyos Veszprém megyei példát, azokban a falvakban, tragikus állapotokban vannak ezek a házak, nagyon sokat ott hagytak. Tehát az öreg kihalt belőle, a család, a leszármazottak úgy gondolták, hogy jaj, de jó, végre lesz hol lakniuk, és ott hagyták, mert nem lehet lakni. Penészes minden, és annyi pénzük nincs, hogy azokat az ablakokat, amiket sok 10 000 forintért kicseréltek, most visszacseréljék régire. Nincsen, nem szabad, tehát nagyon vigyázni kell, arról nem is beszél, hogy nem szépek, de viszont nagy a randák. Tehát most egy régi házhoz hogy illik már egy ilyen ablak? Én is ezen szenvedek, amiben lakunk 120 éves házat, a 60-as években ilyen lakótelepi ablakokra kicserélték az ablakok, és nem tudok szerezni megfelelő méretű ablakot, régi stílusos ablakot. Ezek a régi ilyen 3 vagy nyíló ablakok vannak.
nem tudtam szerezni, hát nem állunk igazán olyan jó, mert köztisztviselőként azért nem vagyunk olyan jól eresztve, hogy... No, tehát nem, semmiféleképpen a nyilázárókat nem, az ablakokat nem. Le kell kenni, annyi van, hogy gondozni kell őket. 3-4-5 évente újra átfesteni, újra átkenni, ha véletlenül valami repedést látok rajta, vagy szút látok benne, azt megölni, kinyírni belőle, és 100 évig ezek az ablakok jók. Igen, ott lett volna egy kicsit. A saját tanulságomat, hogy akkor jól értem, mi hozzájutok, hogy ilyen lehet faluházhoz az idén, és akkor a honlapodon, mielőtt bármit csinálunk, megtaláljuk a információkat általában, ugye? Igen. Igen, persze. Persze. Hát most mondjam azt, hogy az jó, a legjobb forrás, hát ez azért milyen nagy képviség lenne tőlem. Van még egy forrás, a Megyaszai Péteréknek a Szalmabálai Pitészettel kapcsolatos könyvét érdemes felolvasni, mert nagyon jó, és még egy forrás tudok ajánlani, de az inkább elméleti, bár ha az embernek egy kis affinitása van hozzá, itt a Miki. A Búzás Mikinek és szegény Savján Tibornak, ő már meghalt, megjelent a könyve évekkel ezelőtt a Tecki adónál, a Hagyományos falak című könyv. És abban szintén nagyon sok hasznos dolog van benne. Egy ilyen kis alakú kis barna könyv. Ritkán lehet hozzájutni, de ha az ember elmegy a Tecki Kft-hez, a Pillangó utcában van, a Pillangó parkban van, a irodaházuk, ott van egy könyvesbolt, ott mindig van belőle egy-két példány még. Érdemes megvenni, mert nagyon sok, ezeket, amiket én elmondtam, ott kibontva 160 oldalon. Nagyon szépen leírva ábrázat, talán egy-két fényképet abból is vettem ki, bevallom őszintén, mert a Miklósékkal vagyunk olyan kapcsolatban. Tibor sajnos már elhunyt évekkel ezelőtt, de abban nagyon jó dolgok vannak benne. Meg hát a könyvben, a honlapomon tulajdonképpen majdnem ugyanazon, mint a könyvben, csak a kiadó mondta, hogy hát azért mégsem áll. Ugye, nem? A könyvnek az utolsó fejezete az a házaknak a felújításáról szól, meg a korszerűsítéséről. Veszek egy fél liter bort, meg egy pipát, kiülök a kertbe, és nézem a házat. Rajta van a honlapon? Nincsen rajta szerintem, ez csak a könyvben van benne. Ennek ez a módja. Megveszek egy ilyen házat, fogok egy széket, kiülök a házzal szemben, én is ugyanezt csináltam. Veszprém megyében, amikor megvettük 10-akárhány évvel ezelőtt a házat, leültem, és úgy gondolkoztam, és néztem. És úgy elképzeltem, hogy ezt most így, ezt most úgy, ezt most amúgy, elfogyott a fél üveg bor, meg elfogyott a pipadohány, és akkor a végére valami úgy kialakul az emberben. És először mindig tervezgetni, rajzolgatni kockáspapíron, mert a kockáspapír mindent elbír, és utána nekiesni a falnak, meg az ajtónak, meg az ablakoknak, meg ilyeneknek, mert azért az csak úgy megy. Az csak úgy megy. Jó? De mondom, a honlapomon bármi, az e-mailes elérhetőség ott van bárkinek, nagyon szívesen. És mindig igyekszek legalább 2 napon belül válaszolni. Most szégyellem magam, múlt héten itt valaki, és csak ma válaszoltam neki, de igyekszek minél gyorsabban, mert tudom, hogy aki ilyet kérdez, az nem azért kérdez, hogy mert valamikor szeptemberben kapjon vele választ. Erre azért szoktam figyelni ügyeknek. Jó, tehát nagyon szívesen segítek bárkinek. Két valamit nem tudok vállalni távgyógyítást. Tehát azért, ha nem látok egy házat, vagy annyira részleteiben nem tudok belemenni a dolgoknak, meg azt nem, arra nem tudok válaszolni, valaki megkérdezi, hogy most itt van a ingatlan.hu, nem tudom, micsodán ez a link, nézzem már meg, hogy megvegye ezt a házat, vagy sem. Hát most az nem a jós, tehát nem a jós kategóriába tartozom, vagy hogy mondjam, az ilyen távgyógyító kategóriába. Erre nem tudok vállalkozni, de nagyon szívesen, tehát akár konkrét dolgokra is válaszolok szívesen. Jó? Mert ez a szakmai tisztesség, meg a szakmai becsületnek az alapja, hogy ez így legyen. Tehát azért, ha fáj a vakbelem, akkor se fölhívom adok itt, hogy mit csináljak, hanem elmegyek az orvoshoz, és nézzem meg. Azért ez így van, hogy ha az autómmal baj van, akkor nem telefonon beszélek a szerelő, és én megcsinálom, hanem elviszem hozzá, és megcsinálom. Jó, tehát azért ez ilyen. Öregházakkal foglalkozni kell, gondozni kell őket, nem lehet mit csinálni, sajnos. Azok ilyen. Ilyenek. De aki új házat akar, az vegyen magának új házat. Úgy kell neki. Úgy kell neki. Nem tudom, hogy. Köszönöm szépen a figyelmet.